Muzsika mesterei. Amikor Louis Thomas biológust megkérdezték, hogy milyen üzenetet küldene az emberiségről űrbeli civilizációknak, azt válaszolta, hogy Johann Sebastian Bach összes művét. De az már dicsekvés lenne. Johann Sebastian Bach. Nincs még egy zene, ami mélyebb érzelmeket vagy magasabb színvonalat képviselne. A zene lehet intellektuálisan összetett és figyelemfelkeltő, miközben az érzelmeinkre is hatással van. Ha nem lett volna Bach, a zene története is másképpen alakult volna. Akkor Mozart sem az lett volna, akinek mi ismerjük. Nem lett volna Beethoven se az, akinek mi ismerjük. A romantikus hős sem lenne az, aminek most ismerjük. Bizonyos mértékig a zene minden egyes korszakára hatással volt Bach munkája. Nem is tudom elképzelni a világot Bach nélkül. Túlságosan fontos számomra. Amikor Johann Sebastian Bach 1750-ben meghalt, akkor inkább az orgonistát és csembalistát gyászolták, és nem a zeneszerzőt. Halála után egy évszázaddal is csak az ínyencek és a hivatásos zenészek ismerték a műveit. Mára márkásságának messzezengő hangja és hatása a zenetörténet legjelentősebb alakjai közé emelte. Bach hite szerint a zene célja és végső értelme nem lehet más, mint Isten dicsérete és a szellem megújulása. Vallási és világi zenéje egyszerre jelenti a barokk korszak csúcsát és a modern kor kezdetét. Munkái talán a legtöbbet játszott zenei kísérői a keresztény vallási rítusoknak, születésnek, házasságnak vagy temetésnek a nyugati kultúrkörben. Bach az első nagy modern komponista. Képes kifejezni a modernség belső lényegét. Amikor Bach zenéjét hallgatjuk, mintha az apánkat hallgatnánk, aki képes volt mélyebb értelmet adni a kultúránknak, mint csak a puszta ünnepélyesség vagy filozófia. Gravitációt ad a szétszabdalt életünknek, fennkölt komolyságot, jelentőséget, ami felül emel a zavaros jelenen. Segít megérinteni az időtlent, az örökkévalót, és egyben mélyen nyugati. Nyolcadik gyermekként Bach 1685-ben született a középnémetországi Eisenach városában.
Abban az időben Türingiát kis államok, hercegségek, fejedelemségek és szabadvárosok laza szövetsége alkotta. Jóformán minden helyi uralkodónak volt saját udvari zenekar, a városoknak pedig hivatalos zenészei. Olasz, francia, német, lengyel és angol zenét lehetett hallani Dresdától Erfurtig. Bach maga is zenész családból származott, sőt, talán a 17.-18. század egyik legnagyobb német zenész családjából. A család mi tagja zenélt, és egymásnak komponáltak számokat. Ez egy nagyon korai darabja, Capriccio, a szeretett báty eltávozására, amit akkor szerzett, amikor az egyik bátyja feltevésünk szerint elment harcolni Svédországba. Nagyon egyszerű, kellemes kis mű, amelyben egy postakürt hangja hallatszik többször is. Azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű, korai harmonikus stílus. Bach apja Johann Ambrosius trombitán és hegedűn játszott. A város, illetve az Eisenachi hercegi udvar szolgálatában állt. A testvérei és unokatestvérei zongoristaként, orgonistaként és kamzenészként dolgoztak Türingiában és a szomszédos Szászországban. Zenei rendezvények nem csak a családban voltak mindennaposak, hanem a városi Szent György templomban is, és ezek az alkalmak voltak Bach zenei iskolái. Ez az egyike annak a kevés tárgynak, ami Bach életében fontos szerepet játszott, és még ma is megérintjük. Ez az a hely, ahol Bachot megkeresztelték, születése után két nappal, 1685. március 23-án szülei Elizabeth és Ambrosius Bach, és keresztapja Sebastian Nagel, akitől a keresztnevét kapta. Itt álltak emellett a keresztelőmedence mellett. Ez a hely emlékeztet bennünket Bach luteránus hitére is, és a luteránus templomi zenére, mert a zene ekkor vált igen fontos részévé a luteránus istentiszteleteknek. Eisenach az európai reformáció egyik központja volt. 1521-ben Luther Márton a katolikus hatalmasságok elől menekülve Wartburg városában húzta meg magát, és itt fordította le németre a Bibliát, illetve itt szerezte a legnagyobb himnuszait. Luther nem csak a reformáció elindítója és szellemi atya volt, hanem költészete és zenei alkotásai nagy hatással voltak Bach egész életére. Bach jegyzetekkel látta el a lutheri Bibliát, és egy helyütt azt írja: ahol vallásos zene van, ott az Úr kegyelme mindig jelen van. Bach, Luther és általában a protestánsok számára az egyetlen út az Istenhez a Szentírás volt. Nem volt más szentség, csak az írás. Megszűntek a nagy, bonyolult szertartások. A reformáció előtti szertartások, amelyek által az emberek eljuthattak az Istenhez, megszűntek, és csak egyetlen módon, a mindenki számára érthetővé vált szentírás segítségével tartott a kapcsolatot az Úrral. Ez a ragaszkodás az Úr szavához, a Szentíráshoz, a reformáció legjelentősebb eredménye, és ez adja a lényegét Bach vallásos zenei buzgalmának, azaz, hogy tökéletes és transzcendens dimenziót adjon az Úr szavának.
Bach biztonságos családi életének hirtelen vége akadt, amikor 1694-ben az édesanyja, majd 1695-ben pedig az édesapja is meghalt. Szinte egyik pillanatról a másikra magára maradt. Bach 10 éves korában vesztette el a szüleit, és azt hiszem, hogy ez a trauma, ez a megrázó élmény egész életére nagy hatással volt. Elhagyatottnak érezte magát. Úgy érezte, hogy a világ hazug és megbízhatatlan hely. Ez pontosan beleillett a luteránus hitvilágba is, hiszen a szószékről ugyanezt hallotta. Ezért is törekedett a zenéjével meremteni a saját jobb világát. Egy tökéletes világot. Ebben az értelemben ő maga is teremtő lett. Is going to become a creator. A szülei halála után az egyik bátyja, Johann Christoph organista vette magához, és tőle kapta az első hivatalos leckéket billentyűs hangszeren. Szép ének hangjának köszönhetően ösztöndíjjal tanulhatott a Lunebergi iskolában. 18 éves korában megszerezte első hivatalos munkahelyét. Organista lett az Arnstadti templomban. Egy új orgona kipróbálásakor kapta meg az állást Arnstadtban. A templom vezetőjének annyit tetszett a fiatalember játéka, hogy azonnal felajánlották neki az állást. De hamarosan rá kellett döbbenniük, hogy a fiatal organistának számukra ellenőrizhetetlen zenei ambíciói vannak. Különösen felháborították őket azok a meglepő variációk, amelyekkel a lutheri himnuszokat kiegészítette. Amikor Bach Arnstadtban élt, a zseniális fiatalember tele volt új zenei ideákkal, új harmóniákkal, és természetesen új technikai megoldásokkal. A himnuszok játszása meglehetősen unalmas lehetett. A gyülekezet azonban ragaszkodott a megszokott zenei kísérethez. De Bachnak más elképzelései voltak. Az egyik sorról a másikra térve, az egyik akkordról a másikra hadva, improvizált. Ez zavarba ejtette a gyülekezetet, amely vasárnap reggelente lelki megnyugvást keresve énekelte a himnuszokat. És a hatása valami ilyesmi lehetett. Arnstadtban Bach elhatározta, hogy orgona virtuózzá képezi magát. 20 éves korában egy hónap szabadságot kért, és 200 mérföldet gyalogolt azért, hogy tanuljon. Illetve együtt játszhasson Dietrich Buxtehude dán organistával Lübeckben. Buxtehude technikája, előadói stílusa, drámai komponáló képessége jelentős hatással volt a fiatal Bachra. A Bachot megelőző egész organista generáció stílusát az izgalomkeltés és a meglepetés jellemezte. Az emberek, akik felfelé nézve hallgatták az organistát, így sóhajtottak. Istenem, hogy képes ilyen gyorsan játszani? Az akkor kész orgonákon hatalmas pedálok voltak, és a pedálok segítségével nagy hangerővel lehetett játszani. Ami a csembalót illeti, gondoljunk csak Dieter Buxtehude játékára. Ő is szívesen alkalmazta a meglepetést. Hirtelen abba hagyta, és hagyta, hogy a hallgatóság szájtátva várja, mikor folytatja a témát.
Bach négyszer olyan hosszú ideig maradt Buxtehudénél, mint amennyire az engedélye szólt. A templom vezetői tomboltak a dűtől, amikor visszatért Arnstadtba. Azzal vádolták, hogy akaratos és makacs, és hogy egyszer a szentbeszéd alatt elment egy borpincébe. A másik botrány akkor robbant ki, amikor fölöslegesen kartpárbajba keveredett, mert egy diák azt állította róla, hogy úgy játszik a fagotton, mint egy bakkecske. Azt is felhozták ellene, hogy egy idegen hölgyet vitt fel a karzatra. Szinte biztos, hogy a hölgy az unokatestvére Mária Barbara lehetett, akit egy kis dornheimi templomban 1707. október 17-én feleségül vett. Házasságuk központjában a zene állt, és két gyerekük, Karl Philipp Emanuel és Wilhelm Friedemann Bach maguk is nagy zeneszerzők lettek. Bach és Mária Barbara Mühlhausenben, Enachtól 20 mérföldre északra telepedtek le. 22 éves korában Bach itt írta első két kantátáját, az Aus der Tiefen-t és az Actus Tragicus-t. De nagyon hiányzott neki a minden vasárnapi templomi muzsikálás. Adolf Frohne lelkipásztorral is hadilában állt, mert a teletes egyszerű és dísztelen templomi zenét akart. Egy év elteltével Bach elköltözött Mühlhausenből, és orgonista, valamint kamarazenész lett Wilhelm Ernst weimari herceg udvarában. A herceg elkötelezett művészetpártoló volt, és udvaron Bach megismerhette a külföldi zeneszerzők munkáit is. 1713-ban a herceg zenekedvelő fia egy kötek partitúrával tért haza Amsterdamból. Antonio Vivaldi zenéje és stílusa drámai erejű hatással volt a 28 éves Bachra. Nagyon fontos dolgot tanult meg Vivaldi-tól. Azt, hogy hogyan kezdjen el egy darabot drámai erővel. Persze ez egyben probléma is Vivaldi koncertóinál, mert a kezdés valóban drámai, de utána már nem tudja ezt túlszárnyalni. Bachnak azonban rendkívül jó érzéke volt a folyamatossághoz és a szintézishez. Amíg nem ismerte meg Vivaldi munkáit, nem igazán tudta, hogyan kezdjen el egy darabot drámai módon. Az ehhez hasonlók már, mint a drámai lendület az elején. Ezt az olasz zenéből tanulta meg. Bachal a barokk a csúcsára jutott, és a különböző zenei témák egymásba szövése a legkiválóbb példa az ellenpontozásra a nyugati zenében. Bach alapvetően ellenpontozó zeneszerző volt. Az ellenpontozó textúra olyan, mint egy szövet, amit különböző színű szálakból állítanak össze. Minden egyes szál egymagában is szép és önálló, és megvan a saját értéke. De ha összeszőjük ezeket, az ellenpont csodálatos szövetét kapjuk. Megváltoztatta a szabályokat. Új területeket fedezett fel.
Fantasztikus új szerkezetet hozott létre. Az akkordok és a harmóniák roppant gazdagok. És még valami nagyon fontos Bach zenéjében, hogyha például veszük az első korált, minden félütemben megszólal egy harmónia. Hét harmónia 12 hangjeggyel. Nagyon gazdag. Bach a weimari udvarban orgonafúgákat, kamaradarabokat, zenekari műveket és kantátákat komponált. Zenét szerzett a templom számára és a herceg szórakoztatására. Ugyanazok a melódiák és népszerű táncritmusok jelennek meg az udvari és a vallásos műveiben. Azt hiszem, a vallásosság szerepét túlhangsúlyozzák Bach zenéjében. Ami az ünnepi zenét illeti, függetlenül attól, hogy a választó fejedelmet, vagy a király neve napját ünnepli, vagy éppen az Istent, mindez társadalmi rangjához illően teszi, mint a keresztény Isten, vagy a földi hatalmasság alattvalója. Ez alatt nem azt értem, hogy vallásos aurát teremtett volna a világi vezetők körül. Egyáltalán nem erről van szó. De az ünnepi zene az ünnepi zene, amelynek alapja a tánc és a ritmus. Természetesen az is fontos volt, hogy milyen hangszerek álltak a rendelkezésére, hogy a zene minél jobban hangozzon. Azért írt D-durban a trombiták számára, mert a Bach idejében használatos trombiták hangja így éteri magasságokba tudott szárnyalni a szó valóságos és átvitt értelmében. Természetesen ez az a hangnem, amelyben a vonósok a legjobban zengtek. És ez igaz volt a világi és az egyházi zenére. Ebben nincs különbség közöttük. Bach 9 évig lakott Weimarban, de amikor nem ő lett a Kapellmeister, a minden udvari zenéért felelős vezető máshol nézés után. Türelmetlenségében olyan hangnemben kérte az elbocsátatását, hogy a herceg egy hónapra börtönbe vetette, mondván, hogy túlságosan erőszakosan követelte az elbocsátatását. 1717-ben 32 évesen megkapta a kőteni fejedelem udvarában a zenei igazgatói posztot.
Itt leginkább kamara és zenekari zenével foglalkozott, és a kőteni éveket élete legszebb éveiként jellemezte később. Itt forradalmasította a billentyűs zenét, a 24 prelúdiumot és fúgát tartalmazó Das Voltemperierte Klavier komponálásával. A gyűjtemény címlapjára a következőket írta. A tanulni vágyó zenész ifjúság épülésére. A Das Voltemperierte Klavier a hangolás megváltozásának az eredménye. Ugyanis addig a billentyűs hangszereket tercekben és kvintekben hangolták, ami azt eredményezte, hogy csak néhány hangnemben lehetett rajtuk játszani. Ha megfigyeljük William Byrd korai munkáit, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb C-durban íródott, és ezen belül fantasztikus variációkra volt lehetőség. Az új hangzási mód alapvetően egy kompromisszum. Oktávokra hangoltak, és az oktávon belül 12 fél hang található, ami ugyan nem volt tökéletes, de végre először lehetett minden egyes hangnemben játszani. Bach fantasztikus, ambíciózus tervet dolgozott ki, hogy minden egyes hangnemben írjon prelúdiumot és fúgát, amit eladdig senki sem tett meg. A C-dur, C-moll vagy G-dur, G-moll mellett olyan különös hangnemekben, mint az S-moll, a B-moll. Ez teljességgel új volt. Az első könyvet a C-dur prelúdium megírásával kezdte. Azután következett a C-moll. Azután pedig egy teljességgel új hangnem következett, a cisz-dur. Tehát egyre magasabbra lépett, és fúgákat is szerzett ezekben a hangnemekben. Mozart, Beethoven, Chopin és Schumann minden nap ezt a zenét játszották. Majd sokkal később Bartók és Pablo Casals is. És azt mondták, hogy ez a zene ótestamentum. Én is pontosan ezt érzem. Én is minden nap játszom a Das Voltemperierte Klaviert. Minden nap. 2, 3, 4, 5, 6 prelúdiumot és fúgát. De mindig másikat minden nap. Csodálatos érzés ezzel kezdeni a napot. Olyan, mint egy zuhanyozás, egy megtisztulás. Megtisztítja a lelket, és a fizikumnak is jót tesz. Mert így nem kell buta zongora gyakorlatokat végeznem. Mert az csak időpocsékolás. Minden tétel maga a mozgás. Ha az ember egy ilyen dallamot játszik, érezheti saját ügyességét, és olyan érzése támad az embernek, mintha táncolna, ugrándozna, és ez életörömmel tölti el. A basszus fantasztikus Bachnál. Vegyük az R-t, ami nagyon egyszerű, de már szinte jazzes, mert a basszus leföl szaladgál, már szinte énekel. Ez nem csak egyszerűen a mély hangok egymás utánisága, ez már ének. Most hagyjuk a fő témát, csak nézzük a basszust az R-ben. És folytatódik. Sohasem áll meg, mindig folytatódik, és ez az egyik jellegzetessége Bach zenéjének. Nincs benne olyan rész, ami önmagában nem lenne érdekes. Még akkor is, ha a téma nélkül játszom ezt, mindennek van értéke. És így tovább. The
Annak idején még nem volt különbség az előadó és a zeneszerző között. Aki előadott, az egyben komponált is. És Bach a zenéjével tanított komponálni, és megmutatta, hogy milyen lehetőségek vannak a zeneszerzésben. Halála után egy évszázaddal is ez volt a gyakorlat. Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Weber vagy Liszt. Mindannyian úgy tanultak komponálni, hogy Bach műveit játszották a zongorán. Bach 1720 májusában, 35 éves korában Leopold herceggel Karlsbadba utazott, és a feleségére maradt 4 életben maradt gyermekük nevelése. Amikor júliusban hazatért, akkor tudta meg, hogy Mária Barbara megbetegedett és meghalt. Valószínűleg a 7. terhessége okozta a tragédiát, és mire Bach hazatért, már el is temették. A hírt csak akkor tudta meg, amikor belépett a házba. A felesége 35 éves volt. 4 kisgyermekkel az özvegy férfi nem sokáig maradhatott egyedül. A következő év december 3-án feleségül vette Anna Magdaléna Vilkét, egy udvari zenész lányát, aki maga is kiváló szoprán énekesnő volt. 29 évig tartó házasságuk nem csak romantikus volt, de a zenei kiteljesedést is megadta a házaspárnak. Dinamikus kapcsolatra kell gondolnunk. Sokat kaptak egymástól, és sokat is adtak egymásnak. Anna Magdalénának nagy énekesi tapasztalatai voltak, és mindig meg is mondta a véleményét. Ez énekelhetetlen, vagy szerintem a dallamnak így kellene folytatódnia, és nem úgy. És Bach megfogadta a jó tanácsokat. Azt hiszem, Bach olyan zenész volt, aki mindig a legjobbat próbálta kihozni a társaiból és a kollégáiból. Bachról már saját korában, és természetesen ma is azt mondták, hogy roppant nehéz zenét írt. Ő maga mondta a zenéjéről, hogy páratlanul bonyolult, összehasonlíthatatlanul bonyolultabb, mint a kortársaié. És ez így igaz. Amikor énekeseknek vagy fúvosoknak írt zenét, jóformán megfeledkezett arról, hogy az előadóknak levegőt is kellene venni közben. Egyszerűen megfeledkezett erről, és folyamatos, megszakítás nélküli zenét írt, azaz elfeledkezett a gyakorlati szempontokról. Bach otthona igazi zenei műhely volt. A kéziratokon gyakran látszik, hogy azokat Anna Magdaléna, a tanítványai, vagy éppen a gyerekei másolták le. De ez a sűrűn, folyamatosan teleírt és sok helyütt javított partitúra Bach saját keze munkája. Bachnak gyönyörű a kézírása. Szeretem nézni a kézírását, mert kristálytiszták és a vonalai gyönyörűen hullámosak. Ha az ember nyomtatott partitúrából játszik, minden hideg, egyenes és klinikai tisztaságú. De Bach kézírása maga is inspirálja az embert. A zenéje tele van érzelmekkel, és valójában romantikus. Tele van érzésekkel és hullámokkal. Számomra nincsenek egyenes vonalak Bach műveiben, hanem mindenütt hullámok vannak. Thank you.
1723-ban Bach Köthenben dolgozott, amikor Poroszország katonai segítséget kért a hercegtől, és így kevesebb pénz jutott az udvari életre és a szórakozásra. A nagy család és a bizonytalan jövő arra késztette Bachot, hogy újabb állás után nézzen. Ezt Lipcse egyetemi városában találta meg, ahol a gyermekeinek is jó nevelést biztosíthatott. 38 évesen a Szent Tamás templom kórus vezetője és karnagya lett, ami egyben azt is jelentette, hogy ezzel a megtisztelő megbízatással ő lett a város zenei igazgatója is. Bach élete végéig élt Lipcsében. Nézzünk be a zeneszerző dolgozószobájába. Lássunk egy szokásos munkahetet, amikor egy kantátát komponál a vasárnapi istentiszteletre. Rendszerint hétfőn kiválasztotta a szöveget, és elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan kapcsolja a szöveget a zenéhez, hogy azok szerves egységet alkossanak. Azután előkészítette az eszközöket, amelyek a kantáta megírásához szükségeltettek. Maga elé tett egy adag tiszta papírt, a tintatartót, a porzótartót a tinta felitatásához, egy tollat és egy kést a javításokhoz. És kellett egy klavikord is, hogy mindjárt ki is próbálja a dallamot. Azután megvonalazta a papírt, és ezzel végeredményképpen már meg is határozta a kantáta formáját. Eztán következett a komponálás. Rendszerint a kórusokkal kezdte, utána jöttek az áriák és a recitatívók, és csak a leges legvégén tette hozzá a zárókorált. Amikor kész volt a partitúra, ki kellett másolni a szólamokat. Ezt rendszerint a segítői végezték el, és amint látjuk ezen a példán is, először a négy énekes szólamot kellett lemásolni, hogy minél hamarabb elkezdhessen próbálni az énekkarral. Azután másolták le a vonós szólamokat, hegedűk és mélyhegedűk, aztán a fúvósokat, két oboe és két kürt, és végül jött a basso continuo. A próbák pénteken kezdődtek, és csak szombaton volt alkalma először egészben végighallgatni a művet. Rendszerint csak egy gyors, teljes próbára volt lehetőség, mert a kantátát vasárnap reggel 8-kor már be is kellett mutatni. Micsoda munkahét! ...1725-re Bach két komplett kantáta ciklust írt meg, tanított és mutatott be. A harmadik ciklus 1727-ben, a negyedik 1729-ben született meg. 6 év alatt 240 jelentős művet írt, köztük két magnifikátot, egy karácsonyi oratóriumot, egy sorozat orgona korál preludiumot és egy billentyűs kézikönyvet Anna Magdalénának, akitől házasságuk során 13 gyermeke született. De a lipcsei évek se voltak felhőtlenül boldogok. Vitatkozott a fizetésén, a külön juttatásokon. Egyszer egy enyhe tél után azért elégedetlenkedett, mert kevés ember halt meg, és így a temetési zenéből származó bevétele megcsappant. A zenészek és énekesek sem voltak mindig az ínyére. A rendelkezésemre álló énekesek közül 17 használható, 20 nem teljesen használható és 17 használhatatlan. Lipcsei tartózkodása alatt számos konfliktusba keveredett. Először a lipcsei egyetemmel támadt nézeteltérése és vitája. Miután ezt az ütközetet elvesztette, az egyházi méltóságokkal került konfliktusba. Ennek a végkimenetelét nem ismerjük pontosan. Aztán az iskola vezetésével akadtak problémái. Tehát úgy tűnik, hogy állandó vitában állt ezekkel a szervezetekkel. A végsőkig harcolt a jogaiért, illetve, ha nem is a végletekig, de képes volt a legmagasabb szintig is elmenni és panaszt tenni. Például a Szászországban is uralkodó lengyel királyig.
Azt hiszem, hogy nagyon jellemző az, amikor egy apró cseprő ügy miatt vitája támadt az egyetemmel, hogy mennyi fizetés jár neki egy jelentéktelen munkáért, akkor azonnal a Száz királynál tett panaszt. Ezt látva azt is gondolhatnánk róla, hogy nem normális, de azt is, hogy tévezmé voltak a saját munkájának fontosságát illetően. Annak ellenére, hogy nem volt megelégedve a zenészekkel, a saját alkotási vágya nem csökkent. 1727-ben összegyűjtötte Lipcse minden zenészét és énekesét, hogy előadják rendkívüli mesterművét, a Máté Passiót. Egy drámai művet, amelyben a nyugati vallásos zenében páratlan módon énekbeszéd, párbeszéd, elmélkedés, drámai elemek, áriák és korálok váltogatják egymást. Bachot az különbözteti meg a kortársaitól, és teszi a zenetörténet egyik legegyénibb komponistájává, hogy képes volt a kifejezés érdekében a legdisszonánsabb harmóniákat is beleilleszteni egy konszonáns háttérbe. A hagyománytisztelet és a rendkívüli kifejező erő egysége jellemzi Bachot. Bemutatok erre egy példát. Eljátszok két darabot, az egyiket Händeltől, a másikat Bachtól. Mind a kettő egy-egy nagy egyházi témájú darab vége. Az egyik a Máté Passió, a másik pedig Händel Teodórája. Mind a kettő szaravant, azaz lassú háromnegyedes ütemű tánc. Nagyon hasonlóak hangulatukban, de teljesen különböznek technikájukban. A Händel darab páratlanul egyszerű, de ugyanakkor roppant drámai. Ez a kis rész a végén nagyszerűbb, mint bármi, amit eddig írtak. A Bach tétel is hasonlít erre dallamában, de a hangok sokkal gazdagabbak. Különösen kifejező hangot használ itt, és ezek a harmóniák disszonánsak, míg Händel dallama sokkal egyszerűbb. Hihetetlen gazdag, és a gazdagság mellett a belső szólamok különösen gazdagok Bachnál. És nem a szoprán vagy a basszus azok, hanem a többi hang, az alt és a tenor. Azt mondhatom, hogy ennek nincs is párja a zene történetében, és hogy nagy hatású modell lett belőle. Azokra a zeneszerzőkre, akik megpróbálták követni, mint például Mozart és Chopin, felmérhetetlen a hatása egészen a 20. századig. Bach, mint egy tanítómesterként, ott él nagyon sok emberben. A melódiái belevésődnek az emlékezetünkbe, sőt a legszebb dallamai a részünké válnak. A saját vagy mások életének ünnepélyes pillanataiban hallottuk már őket. Hatások életünk részévé váltak, belénk ivódtak, vagy programozódtak, és reakciókat váltanak ki belőlünk, azért, mert nagyon jó zenék. És ezt úgy éri el, hogy képes kifejezni az érzéseinket és a vágyainkat, a pátosz nagyszerű pillanatait, amikor egy nálunk hatalmasabb valamivel kapcsol össze minket.
Számtalan darabja van, ami meglep, sőt meghökkent, és sosem tudom pontosan, hogy mi is az benne, ami ezt az érzést váltja ki belőlem. De van egy darab, amire mindig felkészítem magam. Megpróbálok ellenállni, vagy elbújni, hogy ne lássák szégyellő szipogásomat. És ez az Erbarmedich. Nem tudom, hogy miért ragad meg annyira. Már ha csak rágondolok, akkor is érzem, hogy könnyűlik a szememben. De még ma sem tudom, hogy mi okozza ezt az egészet. Van valami abban, amit kifejez, az a pillanat, amikor az ember rádöbben, hogy elfelejtette azt, amit egy másik ember mondott neki, hogy mi fog történni, hogy el fogja őt árulni. És akkor eljön az a szörnyű, félelmetes éjszaka, pontosan ugyanúgy, ahogy azt megjósolták, és az ember megteszi azt, amit kell, és valamiféle megbocsátásért könyörög. A zene az, ami ezt az egészet kifejezi, és a hegedű hangja. Lényegtelen, hogy az ember ateista vagy zsidó. Azok számára, akik a nyugat-európai civilizáció tanult tagjai, ez a legismertebb történet. A vérünké vált méghozzá olyannyira, amennyire egyetlen más történet sem. Roppant intenzív drámaiság feszül benne. És az ember újra és újra elolvassa, és mindig ugyanúgy megéli ezt a drámát. Az Isten buzgó szolgája erre persze azt mondja, hogy ennek az az oka, hogy benne van az örökkévaló igazság, és az örökkévaló igazság pedig nem más, mint a hit, és azért ragad magával, mert hiába is tagadod a hitet, mert a hit benned van, de nem erről van szó, hanem arról, hogy ez mindannyiunkban benne van, hívőkben és nem hívőkben, hogy azért születtünk erre a világra, hogy szenvedjünk, és a küldetésünk a halál. Élete vége felé Bach hozzáfogott összegezni zenei teljesítményét. A Hámol misét azokból a zenei darabokból állította össze, amelyeket 1714 és 1749 között komponált, azaz zenei munkássága legnagyobb részéből. Életében nem mutatták be. E műve Bach korájainak antológiája és összegzése, amelyben számos stílust használ fel a Gregoriántól a korai reneszánszon és operai elemeken át a modern zenéig. Az egészen átívelő táncmotívum az egyik oka annak, hogy a Hámol mise oly elterjedt és oly ellenállhatatlan a 20. századi ember számára. Erre számos példát mondhatnék, a Gloria az egyik, az Et Resurrexit a második, és az Et Expecto a harmadik. De a legvidámabb és a leglenyűgözőbb a Cum Sancto Spiritu, mert ott Bach az ördög legszebb hangján szólal meg. Ezt a témát közvetlenül a világi életből veszi, de meríthet a színházi zenéből, az ünnepi zenéből, vagy éppen a katonai zenéből, és minden esetben táncritmusba, harmadokba teszi át. Ezt akár 14. Lajos udvarában is hallgathatták volna, vagy a német hercegségekben és főúri házakban. És mindezt az Isten, a keresztény Isten dicséretére teszi. És mindezt Bach olyan hihetetlen virtuózitással, olyan ellenállhatatlan ritmusban teszi, hogy ha már kicsi elcsépelt fordulattal, de azt kell mondanom, hogy a trombiták az angyalok trombitáit utánozzák. Hihetetlen lendület, vágyakozás, energia és életerő feszül a műben, és szerintem ezért ilyen csodálatos és magával ragadó.
1749-ben Bach egészsége megromlott. Az állapotán csak tovább rontott két sikertelen szürkehályog operáció. Kezdődő vakon is tovább dolgozott, és belekezdett a fuga művészetébe. Ez hasonlóan a hámol miséhez zenei elképzeléseinek összegzésére volt hivatott, de a mű befejezetlen maradt. Az utolsó fuga, a 14. kontrapunktusz, egy nagyon hosszú építkezésű fuga. Számos része van, de alapvetően három témára épül. Az első téma igen csendes, inkább ünnepélyes. Ezután Bach bemutatja a második témát, ami csupa lüktetés. Tehát így visz mozgalmasságot a darabba. De szerintem a harmadik rész a legfigyelemre méltóbb, mert nagyon személyes, ugyanis a saját nevére a B, A, C, H hangokra épül. Így mondjuk Bachot a billentyűkkel, és ez volt az első eset, hogy a saját nevét komponálta meg. Az egyik fia írja erről, hogy ez az első alkalom, hogy a neve egy fuga témája. Nagyon kemény, feszes rész, mert egyre másra építi a dallamot a szűk menetek során. Bach azonban meghalt, mielőtt még befejezhette volna ezt a fúgát. Elkeserítő pillanat, amikor a zene csak úgy megszakad. Feltételezzük, hogy négy szólamú fúgaként valószínűleg újra fel akarta használni a Kungsder fúge témáját, mint egy végső indításként az egész darabhoz. De meghalt, mielőtt még képes lett volna megtenni, és ezért van ez a meglehetősen megrázó, hirtelen vég. Bach 1750. július 28-án, 65 éves korában hunyt el. Végrendeletet nem, de több mint 1000 művet hagyott maga után. Beethoven a harmónia halhatatlan istenének nevezte, Wagner pedig a zene legcsodálatosabb varázslójának. Érdekes, hogy intellektuálisan a legnehezebb zenét ő írta. Ugyancsak ő írta az érzelmileg legerőteljesebb zenét, és ő írta a legnehezebben játszható zenét is eleddig. És ez különleges teljesítmény. Különösen akkor, ha belegondolunk abba, hogy mindezt egy álmos kisvárosban vitte véghez, miközben csak egy kis csoport amatőr és művészetrajongó ismerte. Igazi közönség sikerről csak jó 100 évvel a halála után beszélhetünk. Ha lehetne egy kívánságom, akkor nagyon szeretnék találkozni Bachhal, megismerni őt és hallgatni, ahogy az orgonán játszik. Biztos, hogy valami egészen különleges élmény lenne. Thank you.
Közreműködött László Zsolt, Kőszegi Ákos, Kovács István, Kránic Lajos, Háda János, Bezerédi Zoltán, Tóth Judit, Balázs Ági. Magyar szöveg Dani András, szakértő Fáy Miklós, szerkesztő Nagy Zsolt, hangmérnök Pető Gábor, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából az HBO készítette.